klinikánk nagy hangsúlyt fektet a fogmegtartó kezelésekre. Mégis van, amikor egy fogat már nem lehet megmenteni, és el kell távolítani. Ezek a foghiányok komoly fejtörést okozhatnak pacienseinknek, de kisebb foghiányokat tudunk pótolni fixen, például hidakkal. Ehhez gyakran egészséges fogakat kell lecsiszolnunk. Nagyobb foghiányok esetében pedig van, hogy csak a kiveltő pótlás jön szóba. Ma már ebben nem kell beletörődni. Ha ennek egészségügyi akadálya nincsen, akkor a legtöbb esetben beültethetőek implantátumok, és ezekre készíthetünk fix pótlásokat, hidakat, vagy stabilabbá tehetünk vele kivehető protéziseket. Mi is ez az implantátum? Az implantátum egy titánból készült csavar, egy nagyon tiszta, speciális felszínnel. Ezt a csavart beültetjük a paciens csontjába, és a gyógyulási idő alatt egy erős kapcsolat alakul ki a csont és az implantátum felszíne között. Ez a kapcsolat annyira erős, hogy megfelelő ápolás esetén sok évig szolgálhatja a beteg kényelmét. Manapság már nem jelenthet problémát, ha a paciens csontkínálata kevés. Léteznek olyan speciális implantátumok, amik nagyon keskeny, vékony csontba is beültethetőek, illetve ha ez sem elegendő, akkor csontpótlás segítségével megnövelhetjük a műtéti területet. Közkeletű tévedés, hogy fémallergia esetén nem használható fogászati implantátum. Még olyan betegeknél is, akik több különböző fogászati fémre érzékenyek, titánallergiát nagyon ritka kimutatni. Erre a legjobb példa, hogy sok éves működésünk során egy hasonló beteggel sem találkoztunk. Ahhoz, hogy egy implantátum sokáig megfelelően működjön, a környező csont és ínyszövet egészséges maradjon, körültekintően kell a beültetést végezni, illetve a rákerülő pótlást készíteni. Ezért azt ajánljuk, hogy a beültetést szakképzett szájsebész vagy parodontológus fogorvos végezze, a pótlást pedig implantációs tapasztalattal rendelkező protetikus szakorvos. A Helveti Clinicsnél nemzetközi tapasztalattal rendelkező fogorvosaink várják betegeink jelentkezését.